A zsoltárok könyve, első könyv, tizennegyedik rész. Az emberek romlottsága. A karmesternek, Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Minnyáján elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Nem tudja a sok gonosz tevő, akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik, de az úrhoz nem kiáltanak, hogy majd egyszer nagyon megrettennek, mert Isten az igaz nemzedékkel van. A nincstelen tervét csúffá tennétek, de az úr az ő oltalma. Bárcsak eljönne a Sionról Izrael szabadulása. Amikor az úr jóra fordítja népesorsát, újjong majd Jákób, és örül Izrael.